Sziasztok! Nézzünk egy gyorsat. Egy ilyen április 17-ei játszmát. Bevállalós, kalandos kedvében van a fiú. Lássuk. Nézzük, ebből még mi sül ki. A négy lovas variációja a nem létező kezdés adatbázisomnak. Olyan üres most a fejem, hogy az nem igaz. Lövésem sincs, mi van a táblán. De jól néz ki. Oké. Okay. De ezt figyeltétek, hogy itt a... nem tudom, hogy ez mi volt. Jó. Na, kezdünk... Kezdünk valami ismerősbe visszaállni. Talán egy ilyen réti valamire hasonlít. Oké. Ha a kolléga ragaszkodik hozzá. Mondjuk ez a futó itt egy kicsit kényelmetlen lesz, de addig nagyon sok víz le fog folyni a szamoson. Látunk egy ilyet, megvédi a... Nem. Oké. Okay. Megnézzük majd az elemzését, mert valami azt sugja, hogy nem volt itt annyira feladott előny. Ez inkább egy kalandos kezdés, de... Nem hiszem, hogy, hogy ez egy elrontott kezdés lenne. Ez a futó, ez még mindig betalálhat ide. Két perc, 35. Ameddig itt a királynő, addig itt a paraszt, ameddig itt a paraszt, addig itt a futó. És ameddig itt a futó, addig emiatt nem kell fájnia a fejemnek. Ebben van valami fantázia vagyon. Nézzük. Meg kell lépnem. Mert aztán ez is egy opció lesz. Meglépem. Ez még mindig itt van. Ez így most egy kicsit túl érdekessé vált. Nem tudom, mondom, megnézzük majd az elemzését, de nekem nem úgy tűnik ez a kezdés, ez egy kicsit ilyen trollos kezdés volt szerintem inkább. Habár, ahogy most itt folytatja, ez így eléggé kétes. Lehet, hogy erre fáj a feje, foga.
De ez most szerintem nagyon el van rontva. Hogy védi ki ezt a mattot. Feladja a királynőt, úgy védi ki. És azután is a luft az valami, nem tudom mi lesz. Vagy elhagyja a táblát. De egybe teszünk egy primúvot. Na ma az volt a csillagászati felhozata, hogy jöttek-mentek a felhők, és így ilyen print screennek megfelelő egyetlen egy képkockát sikerült hidrogén alfában, ahol nem voltak felhők a nap előtt, és körülbelül 3-4 percet kalcium K-ban, majd felteszem az eredményt, úgy van, megvan a luft, akkor jövünk, és dolgoztatjuk tovább a kollégát. Ilyenkor illene feladni különben, tehát ez a játszma úgy el van veszve, mint a pinty. Na és akkor volt a pár, mondjuk itt még nehogy beleszaladjak valami huncutságba, de értitek, tehát... Na, és az előző műhelytitok videómban pedig, hát ugye arról beszéltem, hogy nincsen feltétlenül minden veszve, ha felhős egy kicsit, mert talán még néhány dolog menthető. Nem tudom, miért nem adja fel, tehát ez így a... Oké. Megpróbálunk matba fektetni. Jelesül ebbe. És ezt pedig megneszeli. Erre készülök. Nagyon furcsa, hogy ott van a backrank. Hát ez matt. Hát ez így matt. Hát ennek pont ez volt a lényege, ez így matt. Na jó, 8 perc. Oké. Okay. Szóval az a csel, hogy a képkockákat maximális fényesség alapján sorba rendezve és feltételezve, hogy a fátyolfelhőkben nincsen vékonyodás, tulajdonképpen ki lehet szűrni a napkorong elé beúszó felhőket, és erre volt egy jó kis programocska, aztán majd publikálom a legfrissebb napfotókat. Azt mondtam, hogy ennek még megnézzük az elemzését. Nézzük meg akkor az elemzését. Mondom, hogy itt valami huncutság azért volt ebben a kezdésben. Fordított mexikói védelem. Hát legalább nem orosz. De ezeken mindig kacagok, amikor
az adatbázis megmondja, hogy ennek biztos valami története van, a nem tudom én melyik saktornán vezette be, a nem tudom én melyik nagymester, és akkor attól dobott mindenki hátast, vagy nem tudom. Hát de innentől már borul. Jó. Hát ha lesz még derült. Hát ha lesz még derült, mert a borultból már 3 hete elegem van. Köszi a figyelmet, derülteget. Sziasztok!